tisztelettel és szeretettel köszöntöm a mai sajtótájékoztató alkalmával megjelent sajtóképviselőit. Átirányítom rád az ország figyelmét. Köszönöm szépen. Ez 2017 év zárása és 2018 év indításával kapcsolatos sajtótájékoztatót szeretnénk önöknek tartani. Külön nagy tisztelettel köszöntöm dr. Lázár János miniszter urat, aki nagy patrónusa és elkötelezettje a mezőhegyesi projektnek, ha fogalmazhatok így, és természetesen házigazdánkat, Pap István vezérigazgató urat. Egy nagyon kedvező és kellemes pillanatban vagyunk, amikor az első évnek a beszámolójáról szeretnénk önöket tájékoztatni. Már csak azért is, mert azok az elképzelések, amelyeket megfogalmaztunk 2016 őszén, amikor a tulajdonosváltás megtörtént, a magyar kormány segítségével visszavásároltuk azt az üzletrész tulajdont, azt a részvénypakettet, amely a korábbi tulajdonosoknak a birtokában volt. Ezzel megalapoztuk azt, hogy egy olyan állami cég, amelyre nincs példa Magyarországon, méretében biztos, el tud indulni az agrárium területén, a mezőgazdaság területén. Ezek azzal a törvényi háttérrel, amit mezőegyesi törvénynek nevezünk, annak a keretén és annak a zsinórmértékén végeztük az elmúlt évben is a munkáinkat, és hosszú távon is meghatározza a feladatainkat. Ezekből jelentős eredményeket, jelentős sikereket értünk el, és azt gondolom, hogy ehhez még szükséges volt természetesen az a kormányzati támogatás, amely tőkeemelést jelentett. Első körben mintegy 1 milliárd forintot, amely a napi feladatoknak a finanszírozását jelentette, majd azt követően az a 10 milliárd forint, ami a különböző fejlesztési elképzeléseinknek a megalapozásához feltétlen szükséges, és nem utolsó sorban a továbbfejlesztéshez, amely 2017 végén mintegy közel 6 milliárd forint értékben jelent meg a számláinkon. Tehát magyarul azok az elképzelések, amelyeket megfogalmaztunk 2017 első napjaiban, amikor 2017. január 1-én Nemzeti Ménesbirtok és Tanggazdaság címen, néven elindulhatott ez a fantasztikus üzem, mert nem tudok rá más mondani, mint fantasztikus. Ez azt jelentette, hogy megfelelő anyagi háttérrel, megfelelő erőforrásokkal, és nem utolsó sorban azzal a humán erőforrással, amit ki szeretnék emelni, amely akik emberek itt részt vettek a korábbi évek munkájában, mondhatom, hogy felszabadultak, kiteljesedtek, és egy olyan biztonságot jelentett számukra ez az új gazdaság, amely nem csak a mezőhegyes, hanem meggyőződésem szerint az egész délalföldi térségben is egy biztonságot jelent az itt dolgozóknak és a térségben élőknek, hogy van egy olyan mezőgazdasági cég, van egy állami tulajdonú olyan vállalkozás, amely biztonságot ad mindannyiójuk számára, és lehetőségeket a kibontakozás. És ez a kibontakozás talán a legfontosabb, amikor az energiák felszabadulnak az emberekben, van értelme a munkáiknak, és van lehetőség, vannak kibontakozási lehetőségeik, és ezzel éltek, és élni is fognak. Azok a munkahelyi tanácskozások, melyeket itt tartottunk az év végén, ez megerősített bennünket abban, hogy jó döntést hozott Magyarország kormánya, hogy ezt a céget visszavásárolta, és lehetőséget ad a térség fejlődésének. Én azt hiszem, hogy azok az eredmények, amelyeket elértünk, akár naturális értelemben is 2017-ben itt Mezőhegyesen, akár új növények bevezetésével, új struktúrák felállításával, természetesen szervezeti átcsoportosítások keretében, azok mind a hatékonyság növelését és az eredménycentrikusságot is figyelembe véve arra törekedtünk, hogy minél jobb eredménnyel, minél jobb feltételekkel feltételeket teremtsünk nem csak a gazdálkodáshoz, hanem az itt élő emberek megélhetéséhez is. Én egy néhány számot szeretnék önökkel megosztani, amit részben puskázni szeretnék, hogy hogyan alakult a társaság vagyoni helyzete 2016-tól 2018-ig. A saját tőkénk 2016-ban 4 milliárd 127 millió, ez 2018-as tervünkben már 23 millió 862 millió forint. Jegyzettőkénk 1 milliárdról majdnem 13 milliárd forintra emelkedett. Az adózási erőti eredményünk úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos, és ez is bizonyítja a gazdálkodásunknak a színvonalát.
és a befektetett eszközöknek az értelmét. Az adózás előtti eredményünk 2017-ben mintegy 903 millió forint volt, ez részben 2018-ra mintegy szűk 500 millió forintot tervezünk, ez jelentős részben abból adódik, hogy a Limagren cégnek, a vetőmagfeldolgozó üzemének a eredményessége jelen pillanatban már 2018-tól már nálunk fog lecsapódni. A mérleg főösszeg 2016-ban 17,6 milliárd, és 17-ben 24, 18-ban pedig 20, megközelítek 26 milliárd forint lesz. Ez azt jelenti, hogy a társaság vagyona 19,5 milliárd forinttal nőtt. Néhány olyan mutatót is szeretnék elmondani önöknek, ami a termelés területén elértünk, ami úgy gondolom, hogy az asszályos és a nehéz időszaknak a nehéz időszaktól eltekintve mégis bizonyítottak az itt dolgozók és a itteni szakemberek és a befektetett eszközök értékében is úgy gondolom, hogy komoly számok. Őszi búzából 6,7 tonnás termés átlagot értünk el, káposztarepcéből, őszi káposzta 3,04 tonna per hektárt, hibrid kukorica, vetőmag előállításunk. Talán mondhatom, hogy minden eddiginél magasabb terméshozammal sikerült betakarítani 3,7 tonnát. Ugye ezt a számot azért szeretnék egy pici megjegyzést itt tenni. Itt nem igazán a terméshozam szokott a meghatározó lenni, hanem azok a különböző fajtasorok, a kitermelési százalékok, amelyek jelentős részben befolyásolják az eredményességét és árbevételét ennek az ágazatnak. Ettől eltekintve egy nagyon jó gazdasági évben zárjuk a hibrid kukorica termésünket. Takarmány kukorica az, ami élő példája annak, hogy a további évek fejlesztésében mit kell elképzelnünk, hogyan kell gondolkodnunk. Teljes mértékben száraz körülmények között termeltük 2017-ben a takarmány kukoricát, amelynek a termés átlaga 6,2 tonna. Ez a mai viszonyok között ez egy nagyon alacsony termés átlagnak számít, nem csak mezőhegyesen, hanem a térségben. Ez is mutatja azt, hogy azok a klimatikus viszonyok, melyek megváltoztak, és ha tudomást veszünk róla, ha nem, de mégis tudomást kell vennünk, hogy teljes mértékben ezek a viszonyok megváltoztak, főleg itt a Dél-Alföldön. Éppen ezért szükségessé válik egy olyan fejlesztés, amit öntözésfejlesztési programnak hívunk, és ezzel szeretnénk kiküszöbölni azokat a kritikus időszakokat, amikor irgalmatlan magas hőösszeggel számolunk bizonyos nyári napokban, amelyhez egy komoly, nagyon komoly szárasság is és a levegő páratartalmának a minimálisra való csökkentése is származik. Ez abszolút nem kedvező bizonyos kapásnövényeknek, itt akár a szójára, a kukoricára gondolok. Ezt szeretnénk kiküszöbölni azzal a fejlesztéssel, amelynek a tervezése elindult, mint egy 500 millió forint értékben az Országos Vízügyi Igazgatóság és az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatósággal közösen egy olyan programot indítunk, amely a térségnek a biztonságos öntözővíz ellátottságát fogja biztosítani, amely egyértelműen bizonyítja azt, hogy az öntözésnek a hatékonyságát emelnünk kell. Szeretnénk megduplázni az egyszerre öntözhető területünk nagyságát. Ez ma 2200 hektár az egyidejűleg öntözhető terület, amit ilyen 4500-4600 hektárra szeretnénk megemelni, ami a biztonságos árutermelést és vetőmaga előállítást garantálja. Ezzel mi elérjük azt, hogy az az öntöző vízmennyiség, amely a térségbe fog a fejlesztések során jutni, és nem csak Mezőhegyesre, hanem a környező gazdaságok számára is, amit nagyon fontosnak tartok, ezzel is biztosítsuk azt a feltételt, amit oly kevesen tudunk ma az ország számos pontján biztosítani. Ez az öntözés fejlesztés nem csak területnövekedés, technológiai fejlesztést is fog jelenteni, a régi berendezéseknek a karbantartása, felújítása, új korszerű technológiai elemekkel való kiegészítése, és nem utolsó sorban új csatornahálózat, új betáplálóhálózat, és emellett természetesen új berendezések beszerzését is szeretnénk megvalósítani. Ennek a tervező munkája
az elmúlt év őszén beindult, és várhatóan ez előzetes számításaink szerint várhatóan 10-15 milliárd forint körüli összegbe fog kerülni. Ennek pontos számát nem tudjuk még megmondani, mert még egyszer mondom, a tervezés időszakában vagyunk. Rendkívül fontosnak tartjuk az öntözés fejlesztést a gazdaságunk területén és a térségben is. Emellett még a szója termesztésről szeretnék néhány szót szólni, mint egy 3,1 tonnás termésátlagot takarítottunk be. Ez országos átlagnál magasabb, az országos átlag 2,6 tonna. Ebben is vannak lehetőségeink, amennyiben az öntözés fejlesztési beruházásainkat el fogjuk végezni. Nagyon fontos az, hogy az a fehérje program, amely beindult Magyarországon, ebben a fehérje programban mi aktívan részt vegyünk. Nagyon fontos az, hogy GMO-mentes, teljesen tiszta, olyan fehérje tartalmú növényeket állítsunk elő, amely a saját állatainknak, a saját takarmányunk felhasználásában egy biztonságos élelmiszer előállítást, másodlagosan érte egy biztonságos élelmiszer előállítást is jelenthet számunkra. Ezért is fontosak ezek a programjaink. A napraforgó termésünk 3,45 tonna per hektár volt, és ez is jó minőségben, magas olajtartalommal sikerült betakarítani. Új növényként kezdtük a régi új növényként fogalmazhatok inkább így a mezőhegyesiek nagy örömére, ha bár ez nem közgazdasági kérdés, hogy ki örül egy növénynek és ki nem, de mégis az az elkötelezettség, ami mezőhegyesen a cukorrépa területén, a cukorrépa termesztés vonatkozásában a mezőhegyes történelméhez hozzá tartozik, visszaállítottuk, és egy 17,5 digesszióval sikerült betakarítanunk a cukorrépát, mintegy 65 tonna termés átlaggal, száraz körülmények között még ráadásul ezt hozzá kell tenni. Minden idők korábbi, visszamenőleg történelmi idők sorát is nézzük, a legjobb és a legmagasabb hozamot értük el cukortartalomba természetesen mezőhegyesen. Ez is bizonyítja azt, hogy ha megfelelő módon tudunk és akarunk, és ezt egy nagyon fontosnak tartom, ezt mindig is el szoktam mondani, hogy ha akarunk valamit, akkor azt meg tudjuk csinálni. Éppen ezért fontosnak tartom kiemelni a cukorrépa termesztést, ha bár 2018-ra némileg egy kis év vissza fogunk lépni egy pár hektárral, ami nem a gazdaságon múlik, hanem sajnos az ország számos pontján, mivel Kaposvárra kell szállítanunk a cukorrépát, a MÁV vonalaknak a felújításából adódóan több olyan vonalszakaszon kerül a répaszállításra, ami felújításra kerül, és itt bizony nagyon komoly logisztikai nehézségei vannak a magyar cukoriparnak, nem nekünk. Éppen ezért egy kicsit visszább lépünk, és amikor ezek a pályafelújítások folytatódni vagy befejezésre kerülnek, akkor tovább tudunk lépni. Én azt hiszem, hogy ezek a terméseredmények önmagukért beszélnek, és nem utolsó sorban az állattenyésztésről kell még nagyon komolyan szólnom. Egy rendkívül jó Holstein-fríz állományunk van, és éppen ezért ennek az állománynak a fenntartása, termelési potenciáljának a megőrzése érdekében azok a fejlesztések, amelyekről majd itt vezérigazgató néhány szót is fog szólni, mind indokoltá teszik, hogy minél kevesebb állatbetegség, minél kevesebb elhullás, illetve a legkorszerűbb technológia alkalmazásával a genetikai alapok biztosítása mellett egy olyan korszerű telepnek legyünk a tulajdonosai, legyünk az üzemeltetői, ami természetesen nem csak a termelést, és ez az összes tevékenységükre vonatkozik, nem csak a termelést szolgálják, hanem a térség gazdálkodóinak, a magyarországi gazdáknak, kisebb és nagyobb vállalkozásoknak is olyan mintát, olyan bemutató teret teremtsünk meg, amely az ő szakmai képzettségükhöz, szakmai továbbképzésükhöz, nem utolsó sorban a gyakorlati képzésükhöz rendkívül fontos. Éppen ezért ezek a fejlesztések is mindezt a célt szolgálják. Az a technológia, ami várhatóan bevezetésre kerül, ma a világ legkorszerűbb technológiája. Szeretném itt még a technológiai vonatkozásban egy picit most még a termelés oldalán megjegyezni azt, hogy újabb kihívásokkal kerülünk szembe. 2020 után várhatóan változni fog a közös európai agrárprogramnak a támogatási rendszere. Hát ebben majd a kormányzat remélhetőleg azért hatékony lépéseket fog tenni, hogy minél kevesebb veszteséggel érjük el ezt a lehetőséget. De mégis készülnünk kell arra, hogy bizonyos mértékben a támogatási
konstrukció át fog alakulni, és erre ma már nekünk fel kell készülni. És jó például szeretnénk szolgálni a magyar gazdáknak, a gazdálkodóknak, hogy egy olyan precíziós gazdálkodásnak az alapjait tesszük le 2018-ban, amely hosszú távon biztosítja azt, hogy megfelelő környezettudatos gazdálkodással és a high-tech technológiával vegyítve egy olyan új korszerű termesztési eljárásbannak legyünk az éllovasai, legyünk az élharcosai, amely szintén a továbbképzés a bemutatók számára fontos, és nekünk ez ugyanakkor nem csak bemutatás céljából, hanem hatékonyság növelés céljából a környezettudatos gazdálkodásnak az alapjait tudjuk megteremteni. Éppen ezért fontos, hogy amit ez 2017-ben közel 1 milliárd forint értékű gépbeszerzést, gépfejlesztést hajtottunk végre, mert egy rendkívül elavult gépparkat vettünk át, most már 2018-ban az újabb gépberuházások fejlesztésekre, amelyre szintén hasonló nagyságrendben, vagy talán még egy kicsit nagyobb összegben is tervezünk eszközöket, pénzeszközöket fordítani. Ezek már mind ennek a feladatnak, ennek a célnak az alapjait szolgálják. Ez a gazdálkodás annyit is jelent, hogy több millió adat fog rendelkezésünkre állni. Ezeket az adatokat fel kell dolgozni, ez nem a mi feladatunk lesz, de a döntésekben a különböző munkaműveletek elvégzése viszont a mi feladatunk, és ez mind körülbelül egy 20-30%-os hatékonyság növelkedést jelenthet, és ezt a fajta tevékenységet, ezt a fajta gazdálkodási módot szeretnénk minél jobban Magyarországon is megismertetni, és ez nagyon fontos a 2020 utáni gazdálkodók számára, hogy ebben akár példaként, akár mint gyakorlati tapasztalatokat átadó személyekként is, vagy gazdaságként a magyar kormány segítségével ezeket a feladatokat is ellássuk. Ez mondhatni, hogy közfeladatnak is tekinthető, mert nagyon fontos az, hogy ugye a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság, mi természetesen arra szegültünk, hogy egy jól működő gazdaságot szeretnénk, de emellett vannak olyan feladataink, eleve a törvényből adódóan, ami túlmutat ezen. Tehát mi szeretnénk olyan feladatokat bevállalni. És itt van például az iskola példája. 2017. szeptember 1-től a Földművelési Minisztériumtól átvettük az iskolát, és szeretnénk olyan szakemberképzést folytatni, illetve indítani, amelyre a magyar agráriumnak ma szüksége van. Olyan jól felkészült, jól képzett szakemberekre, és ez természetesen az iskola keretén belül erre megpróbálunk mindent feltételt biztosítani, akár tornacsarnok, különböző kollégiumfejlesztés, eszközfejlesztés területén, amit a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság kormányzati támogatással fog biztosítani az iskola számára. Tehát kompletten szeretnénk látni ezt az egész tevékenységünket, el fogunk jutni oda, hogy a Mezőhegyesről kikerülő diákokat fogják keresni az ország számtalan pontján, ezért nekünk nagyon fontos, hogy ehhez egy megfelelő ösztöndíjprogramot is szervezzünk, segítve a térségben élők elhelyezkedését, segítve a térségben élő családoknak a nehézségeit, mert ha megnézzük, azt hiszem éppen egy tegnapi statisztika volt, hogy a Dél-Békés és Csongorád déli része, ez az a része az Alföldnek, ahol elég alacsonyak az egyfőre jutó jövedelmek, és nem utolsó sorban ez komoly nehézséget okoz egy gyermeknek a beiskolázása a családok számára, és ez jelenti azt a segítséget, és ez is valahol egy közfeladatnak tekintjük, hogy ebben segítsünk az itt élő emberek számára. Szeretnénk a települések megtartó értékét, így Mezőhegyes vonatkozásában is az, hogy ne fogjon a település lakossága, hanem növekedjék. Ehhez természetesen mi szeretnénk újabb, ez nem csak szeretet kérdése, természetesen szeretnénk olyan új tevékenységeket is felvenni a palettánkra, mivel számtalan olyan majorunk van, ami nincs kihasználva, örököltünk, akár műemlék jelleggel is, amelyeket szeretnénk hasznosan gazdasági tevékenységgel megtölteni. Gondolok itt akár egy hízómarha ágazatnak a beindítására. Tudjuk azt nagyon jó, hogy ahhoz megvannak a megfelelő szakembereink, megvannak a feltételeink, egy kis anyagi támogatással, átcsoportosítással is talán fogalmazhatnám, hogy ehhez a belső tartalékaink is rendelkezésre állnak, és az év második felében szeretnénk egy húsmarha programmal is indulni, ami a tevékenység bővülése, a hatékonyság javulását, és nem utolsó sorban
a hasznos és jó minőségű élelmiszer előállításban akarunk fontos szerepet betölteni. Tehát én úgy érzem, hogy a 2017 egy jó alapozó év volt, egy nagyon jó alapozó év volt. Természetesen voltak nehézségeink, ami minden egy ilyen esetben elő szokott fordulni, de megvan a határozott elképzelésünk, hogy 2018, 2019, 2020, megvan egy 5 éves üzleti tervünk, amely alapján mi végig tudjuk gondolni, hogy mit akarunk elérni, és ehhez megfelelő kormányzati támogatással, egy jó példával a térség és a magyar gazdák számára bemutatóhelyként, oktatási intézményenként is tudunk működni. Kiemelném még azt, hogy az elmúlt év végén egy nagyon komoly együttműködést kötöttünk a Magyar Agrártudományi Egyetemekkel, a Magyar Tudományos Akadémiával, az Állatorvostudományi Egyetemmel és a Testnevelési Egyetemmel. Ennek a részleteinek a kidolgozása jelen pillanatban folyamatban vannak, de szeretnénk azt, hogy ezekkel az intézményekkel a tudományos élet területén is, az oktatás területén is, és nem utolsó sorban a szakemberképzés területén komolyan előrelépni, mert nem csak a helyi középiskola, hanem a felsőfokú intézményeknek, mint gyakorlati helyként, illetve akár tudományos dolgozatok, tudományos felmérések, kísérletek vonatkozásába is biztos helyszínt szeretnénk adni. Ez is mind az ágazatnak a jövőjét, az ágazatba vetett hitünket és elkötelezettségünket segíti, és azt hiszem, hogy ennek egyik jó példája lesz majd 2018. szeptember 20 és 22-e között megtartandó újként az a kiállítás és vásár és bemutató és tudományos konferencia, amit mezőegyesen szeretnénk megtartani, az őszi növényeknek a betakarítása, talajelőkészítése, őszi növények vetése vonatkozásában, ahol már az új technológiáknak, az új géprendszereknek, az új, mondhatnám, high-tech technológiának a bemutatására is sor fog kerülni. Ez is mind azt szolgálják, hogy igenis fontos szerepet vállunk Mezőhegyesen a magyar agrárium életében és a térség fejlesztésében. Én röviden ennyivel szerettem volna tájékoztatni önöket. Köszönöm szépen. Én is köszöntök minden megjelent sajtó képviselőjét, és három dologban szeretném kiegészíteni kormány biztos úrnak a kimerítő beszámolóját. Az egyik a lótenyésztés, amely alapvetően nem meghatározó bevétele, egy eredményt képezi a társaságnak, viszont a Nemzeti Mérlesbirtok és Tanulgazdaság jogelődjét 1784-ben katonai lótenyésztés céljából alapította meg II. József császár, a főle a katonai lótenyésztés volt. Ennek érdekében három fajta született Mezőhegyesen, amely a világon egyedülálló, hiszen nincs más olyan méles a világon, amely egy bölcsőből három fajtát tudott kitenyészteni. Ezzel gyakorlatilag Magyarország első három tradicionális lófajtája született meg, amelyet a Magyar Országgyűlés nemzeti kincsé nyilvánított. Ezekből a fajtákból a II. Világháború után az 50-es, 60-as években a Furiózó North Star és a Gidrán fajtákat áthelyezték más ménesekbe, így csak a Nonius fajta maradt itt. A Nemzeti Ménesbirtok és Tanulgazdaságról szóló törvény rendelkezik arról is, hogy ezek a hagyományos fajták, amik itt születtek, tradicionális fajták és nemzeti kincsé lettek nyilvánítva, visszakerüljenek a bölcsőbe. Én azt gondolom, hogy 2017-nek egy nagy eredménye az, hogy a mezőegyesi kancacsaládokra visszavezethető Gidrán állomány szinten ez 96 darab lovat jelent, visszakerült Mezőegyesre, arra a rögre, azok közé a körülmények közé, környezeti hatások közé, és nem utolsóban műemlék épületekbe, ahol ez a fajta született. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, és ezzel párhuzamosan elkezdtük a szintén mezőgyesi pancacsaládokra visszavezethető Furiózó North Star fajtájú lovaknak a visszavásárlását is. A Gidrán állomány visszaállításával számos istálló felújítása is szükségessé vált, nem csak szakmai megfontolásból, hanem azért is, mert egy különleges érték van a kezünkben, olyan épített örökség, amely a lótenyészés céljából épült 200 évvel ezelőtt, és azonos formában és funkcióban működnek mind a mai napig, viszont ezeknek az épületeknek a felújítása az elmúlt 20-25 évben elmaradt. Most úgy tudjuk bemutatni ezeket a hagyományos fajtákat, amelyek 200 éven keresztül itt tartottunk, itt születtek, visszakerültek, hogy ugyanazokban az épületekben méltó körülmények között tudjuk tartani őket, és összességében egy nagy
egységet tudnak képezni. A másik dolog, amivel szeretnék még kiegészítést tenni, a nagy beruházások, amiket kormánybiztos úr említett. Szeretném kérni a szarvasalteleppel kapcsolatos anyagot kivetíteni. Kormánybiztos úr jelezte, illetve beszélt arról, hogy egy jelentős tejelő állománnyal bír a Nemzeti Ménes Birtok, Holstein Fries fajtájú állományunk van, 1100 tejelő tehénnel bír most a Ménes Birtok. Jelentős genetikai értékű, magas genetikai értékű állományról beszélünk, rendkívül elavult, korszerűtlen technológiai körülmények között. Az utolsó fejlesztések valamikor szintén 20-25 évvel ezelőtt voltak ezen a telepen, nincsen összhangban az állomány genetikai értéke azokkal a szakmai körülményekkel, amelyek méltatlan módon veszik körül ezt az állományt. Itt viszont már jelentős szakmai és eredmény vonzata van ennek. Amennyiben ezt az állományt megfelelő, korszerű technológiai körülmények közé tudjuk tenni, nyilván nagyobb termelésre, sokkal hatékonyabb termelésre számítunk, amely jelentős jövedelmezőségi javulást fog eredményezni. Ennek érdekében mondhatom, hogy másfél éves előkészítés után elkészültek kiviteli tervek, tanulmányok, indikatív ajánlatokat kértünk, tanulmányokat készítettünk egyetemekkel, nemzetközi cégeket kértünk fel arra, hogy vizsgálják meg azokat a javaslatokat, amiket mi tettünk és képzeltünk el. Egy alapos előkészítést követően készültek a kiviteli tervek, amelyek alapján a közbeszerzés elindul. A szarvasmarha telep tekintetében a most működő telep, hangsúlyozom, hogy működő telepnek a rekonstrukciójáról beszélünk, ami szintén nagy szakmai kihívást jelent, viszont egy olyan telepet szeretnénk felépíteni, amely tartástechnológiába, állatkomfortba, fejés technológiába legmodernebb, a legmagasabb szinten szolgálja a termelést. Robot technológiáról beszélünk, kistálló robotokat szeretnénk a termelő istállókba elhelyezni, ami szintén a jövedelmezőséget és a legmagasabb szakmai színvonalat képviseli. Ez is egyedülálló, hiszen Magyarországon és külföldön sok helyen alkalmazzák már a istálló robotos technológiát. Ilyen nagy állománynál a legújabb technológia mellett még nem volt erre példa. A kivetítőn látható, hogy nem csak új termelő istállók épülnek új istálló robotokkal, hanem a növendékállomány, az eletű istálló, az egyéb kiegészítő épületek felújítása is meg fog történni. Tulajdonképpen egy teljes rekonstrukció előtt áll a szarvasmarha telep. Ugyanakkor azt elhangzott, hogy a magas genetikai értékkel bírunk, és hogyha megfelelő körülmények közé helyezzük az állományt, akkor még nagyobb eredményeket tudunk elérni, de nem várhatjuk azt, hogy ez így is marad, ezért ezzel párhuzamosan a technológia fejlesztésével párhuzamosan elindítottuk az embrió programot, amely azt teszi lehetővé, hogy a genetikai előrehaladással, a legmodernebb biotechnológiai módszerek alkalmazásával tudjunk lépést tartani a világgal, és ezt a szarvasmarha állományt, amely jelenleg magas genetikai értékkel bír, ezt továbbra is fent tudjuk tartani, és elmondhassuk majd évek múlva is, hogy továbbra is a legmagasabb genetikai értékű állománnyal bírunk, megfelelő korszerű körmények között tartjuk őket, és a legjobb eredményet tudunk termelni. A másik projektünk, és kérném akkor a másik anyagot a kivetítőre, a ipartelep, amelyet ipartelep néven illetünk, de összességében ez egy olyan nagy beruházás, amely önmagában foglal majd egy szárító, tisztító és tároló kapacitást, egy vetőmagfeldolgozó kapacitást és egy takarmánygyártó üzemrészt. Az összkapacitása 46 ezer tonna ennek a telepnek. Hiánypótló beruházásról van szó, tekintettel arra, hogy a korábbi tulajdonos a vetőmagüzemet értékesítette, tehát 2017. január 1-én azzal szembesültünk 16 év végén, hogy ennek a 8000 hektár szántóhoz egyetlen négyzetméter tárolókapacitásunk sincs. Tehát ez nem volt kérdés,
hogy valamilyen módon ezt megoldjuk. Szintén elmondhatom ugyanazt, mint a szarvason a telep esetében, hogy mint egy másfél éves előkészítés alapján alakultak ki azok a tervek, az a műszaki tartalom, ami alapján elkészültek az engedélyes, majd a kiviteli tervek. Ez alapján került kiírásra, közbeszerzés eljárás kiírásra a beruházás. Nyilván ez nagyobb kapacitás, mint amit mi meg tudunk termelni 8000 hektárban, a hektáron, de szeretnénk betölteni azt a pozíciót, amit egyébként az elmúlt évtizedekben betöltött mezőgyes, tehát a környékbeli gazdáknak is tudunk segíteni, egyfajta integrációs feladatot is el tudunk látni ennek a telepnek a kapacitásával. És természetesen elmondható itt is, hogy a vetőmagfeldolgozó, szárító, tisztító és takarmány gyártó technológiák a legmodernebb technológiai javaslatokkal kerültek elkészítésre és kiírásra. Nos, nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó munkatársait itt Mezőhegyesen, és mindenek előtt a kormány képviseletében, mint a Magyar Állam kizárólagos és örökös tulajdonát képező mezőhegyesi ménesgazdaság, ménesbirtok, illetve tangazdaság tulajdonosi joggyakorlója szeretném megköszönni Farkas Sándor képviselőtársának, kormánybiztos úrnak a tavalyi munkáját, és a vállalkozásnak, a cégnek és a dolgozóknak pedig szeretnék gratulálni a 2017-es eredményekhez. Azzal szeretném kezdeni, hogy ennek a 230 éves vállalkozásnak a megmaradása döntő mértékben a mezőegyesieknek köszönhető, hiszen a mezőegyesi polgárok voltak azok, akik összefogtak ennek a cégnek a megmentése érdekében, hiszen 2004-ben a privatizáció, a következő években pedig a széthullás és az elvesztés veszélye fenyegette ezt a vállalkozást, ami óriási veszteség lett volna a magyar agrárium szempontjából, hiszen az itt érő mezőegyesi emberek egy kultúrát, egy gondolkodásmódot, egy értékrendet, egy világnézetet képviselnek, ami nagyon fontos és nagyon értékes része az egész magyar agráriumnak. A magyar kormány javaslatára a törvényhozás arról döntött, hogy megmenti a ménesbirtokot, megmenti a gazdaságot, és újjászervezi azt. A 2017-es esztendőről azt tudjuk jelenteni, hogy 2017-ben a magyar kormány és a magyar állam újjászervezte a mezőegyesi ménesbirtok és tangazdaság működését a mezőegyesi polgárok kezdeményezése alapján. Ahogy említettem, a magyar agráriumban különleges szerepe és helye van az elmúlt 230 esztendőben ennek a vállalkozásnak. Értéket, mentalitást, kultúrát, gondolkodásmódot képvisel, amire nagyon büszkék lehetnek a mezőegyesiek. Tehát aki mezőegyesi, az emelt fővel járhat a mögöttünk hagyott 230 év miatt, és úgy gondolom 2017-ben bebizonyítottuk azt, hogy a magyar állam jó tulajdonos is tud lenni, és a magyar állam olyan vállalkozást működtet mezőegyesen, amelyre a mezőegyesiek büszkék lehetnek a következő 230 évben is. Ezzel kapcsolatban néhány dolgot szeretnék kiemelni. Itt egy állami vagyon üzemeltetéséről van szó, ami többféleképpen lehetséges. A közvagyon, a közjavak, azok üzemeltethetőek állami cégekben, vagy üzemeltethetőek akár magánkézben is. 2004-ben a szocialisták úgy döntöttek, hogy privatizálják ezt a vállalkozást. Az elmúlt 11 esztendő azt bizonyította, hogy ez egy működésképtelen konstrukció. Tehát ha nem a magyar állam működteti mezőegyest, akkor az nem működik, széthullik, szétlopják, elveszik, és az egész szétesik. Ezt a folyamatot állította meg a törvényhozás, állította meg a kormányzat. Miért tettük ezt? Részben mezőegyes miatt, másrészt Békés megye miatt. A magyar kormány úgy tekint Békés megyére, mint az ország egy tartalékára. Az ország gazdaságának és munkaerőpiacának Békés megye egy nagyon fontos tartaléka. Ezért kötjük össze az M5-ös autópályával Békés Csabát, biztosítunk Békés megyének autópálya kijutást, Kecskemét-Békés Csaba között zajlik az autópálya, az autóút építése, a négysávos autóút építése, amely a magyar közlekedés és a magyar kormányzat egyik legnagyobb beruházása. Ezért fogjuk megfejleszteni a Békés Csabai repülőteret, nagyobb forgalom bonyolítása céljából, és az elmúlt 2016-os és 2017-es esztendőben a magyar állam 22 milliárd forintot investált a mezőegyesi ménesbirtok tangazdaság újjászervezésére és talpraállítására. Ez egy óriási összeg.
Ez egy óriási összeg, amivel az igazgatóságnak, a cégnek, a kormánybiztosnak jól kell gazdálkodnia. Azt gondolom, hogy a termelési eredmények és az üzemi eredmények jól mutatják, hogy a cég jó gazdája az állami vagyonnak, és jól gazdálkodik a lehetőséggel. 8200 hektár szántón és 1500 hektár erdőn gazdálkodik a vállalkozás, ez egy 10000 hektáros állami vagyon. Ennek az állami vagyonnak azonban van feladata és küldetése, hiszen mintagazdaságként kell működnie, tangazdaságként kell működnie, és mintát kell szolgáltatnia a magyar agrárium kicsi és nagy szereplői számára egyaránt. A magyar kormánynak ambiciózus célkitűzése van. Mi azt akarjuk, hogy 5 év múlva a mezőegyesi ménesbirtok és tangazdaság legyen Magyarország legjobb agrárvállalkozása, legeredményesebb, legsikeresebb és legjobb minőségű agrárvállalkozása is, amely képes újra európai és világ hírnévre szert tenni. Úgy gondoljuk, hogy mezőegyes egy jó alkalom arra, egy jó hely arra, hogy bemutassuk, hogy a 21. században a modern mezőgazdaság, a modern agrárium, a modern agráripar a különböző környezeti szempontokra is tekintettel hogyan tud emberek számára megélhetést, egzisztenciát és lehetőséget biztosítani. Tehát ez nem csak a múlt megmentése, hanem egy kísérlet a jövővel kapcsolatban. Mi, akik fideszesek vagyunk, úgy gondoljuk, hogy a magyar vidék megerősítési fölzárkózása elképzelhetetlen annélkül, hogy a magyar agrárium fejlődését ne támogatnánk. Tehát mi agráriusok a kormányzatban, Fidesz frakcióban és a Fideszben, mint politikai családban kifejezetten támogatjuk ezt az akciót, és támogatjuk Békés megye, Csongrád megye és Bács megye mezőgazdasági térségeit. Farkas Sándor képviselőtársam az előbb említette, hogy itt az ország keleti határán mások a jövedelemviszonyok, kevesebb a nyugdíj, kevesebb a fizetés, talán még mindig több a munkanélküli. Ezért ez egy gazdasági reorganizációs program is, hiszen Mezőegyes munkát ad most 425 embernek 2018-ban, de sokkal nagyobb a gazdasági és a társadalmi hatása a térségben. Mezőegyes kihatással van Pitvaros, Ambrószfalva, Mezőkovácsháza, Tóth Komlós, vagy éppenséggel Batonya polgáraira is, de azt gondolom, hogy a határon túlrekedt szorvány magyarság számára is mindaz, amit Mezőegyesen az agráriumban és a település fejlesztése érdekében végezni fogunk, igenis vonzó lehetőség és perspektíva lehet. Tehát azt gondolom, hogy újra megéri majd Mezőegyesen maradni, újra megéri majd Mezőegyesen élni, hiszen a kormány legfontosabb célkitűzése, hogy aki Békés megyében születik, az itt is éljen, itt maradjon és itt boldoguljon. Azt reméljük ettől a vállalkozástól, hogy nem csak létrehozzuk Magyarország legnagyobb és legjobb mezőgazdasági vállalkozását, hanem a mezőegyesi ember számára biztosítjuk az itt maradás feltételeit. Azt is, hogy ne csak születni, hanem élni is érdemes legyen Mezőegyesen és Békés megyében általában. A fejlesztésekről szeretnék röviden néhány mondatot mondani. Ugye azzal szembesültünk, hogy ez egy kifosztott, széthordott állapotban lévő gazdaság. 2,1 milliárd forintért vásároltuk vissza a szocialisták által privatizált vagyont és céget. Abba azonnal be kellett tenni 1 milliárd forintot annak érdekében, hogy a számlák kifizethetőek legyenek és a munkabérek tarthatóak maradjanak. Ha nem tesz be a kormány pénzt, akkor munkabér fizetés sincs több mint 400 család számára itt Mezőegyesen. Annak az ambiciózus célkitűzésnek, hogy ez a gazdaság mint a gazdaság legyen és minta legyen, az investíció a föltétele, az az ipartelep, amit röviden ismertetésre került, nyilvánvaló, hogy a kiviteli tervek azok sokkal alaposabbak eznél, de ezzel nem terheljük Önöket. A közbeszerzési eljárás kiírásra került a kiviteli terv, példás alapossággal került előkészítésre, 8-10 éves megtérüléssel számolunk mind az ipartelep, mind a tehenészet tekintetében. Az ipartelepre a magyar kormány kb. 7 milliárd forintot szán, a tehenészetre pedig 5 milliárd forintot szánunk a 2018-as esztendőben. Azt reméljük, hogy mind a kettőnek az építése ebben az évben megkezdődik, és az ipartelep fog hamarabb befejeződni majd. Egyébként megjegyzem, hogy a tervekkel ellentétben az építészeti kiállása az épületeknek azt a mezőegyesi stílust, műemléki stílust követni fogja, amelyek például ezt az épületet is jellemzi, amelyben most tevékenykedünk. Az öntözés fejlesztés előkészítését megkezdtük, 500 millió forintot különítettünk el a belügyminisztérium számára annak érdekében, hogy Farkas képviselőtársam, kormánybiztos úr elvárásainak megfelelő öntözőrendszer álljon rendelkezésre. Ez érinteni fogja Makó és Apátfalva térségét, hiszen a Marosból fogunk vizet kiemelni. Körülbelül 10 milliárdos vagy 15 milliárdos beruházás eredményeképpen tudjuk a vizet idehozni, és a jelenlegi egyszerre öntözhető 2200 hektárt megduplázni 4500-5000 hektárra. Ez egy nagyon fontos vállalkozásunk lesz. Ezzel mintát szeretnénk szolgáltatni.
hiszen a kormány célja az, hogy a jelenlegi 130 000 hektár helyett növekedjen az öntözött területek aránya Magyarországon. Azt akarjuk bebizonyítani, hogy érdemes öntözni, az öntözés gazdasági előnnyel jár, és egy gazdaság talpon maradásában és versenyképességében döntő szerepet tölt be. Mindenkit, kicsiket és nagyokat arra biztatunk, hogy öntözési fejlesztéseket hajtsanak végre. Ez a kormány egyébként jelen pillanatban is kiemelt támogatást biztosít. A 70-es, 80-as években Magyarországon 400 000 hektárnyi öntözött terület volt, ezek ellentétben ma 130 000 hektáron van öntözés, ami úgy gondolom, hogy mutatja ennek a problémának a jelentőségét. Itt ez abszolút gazdasági kérdés, hiszen természetesen szép dolog az, hogy ez egy mintagazdaság, tangazdaság, az állam itt pénzt költ, de ennek egy profitábilis vállalkozásnak kell lennie. Már 2017-ben is a vezérigazgató, az igazgatóság és kormánybiztos úr munkája eredményeképpen a cég eredményes volt, nyereséget termelt, a 2018-as, 19-es és 20-as év is nyereséges lesz az előzetes tervek és számítások szerint. Tehát nem kellett egy év ahhoz, hogy bebizonyítsuk, hogy ez nem csak veszteséggel, hanem nyereséggel is működtethető vállalkozás. Aki ma Magyarországon 10 000 hektár 40-42 aranykoronás földön nem tud eredményt elérni, az alkalmatlan arra, hogy bármilyen gazdasági tevékenységet folytasson. Egy magánvállalkozás és a közvagyon között az a különbség, hogy miközben a magánvállalkozó nyilvánvaló törekszik arra, hogy profitot termeljen, hasznot termeljen, és azt kiveszi a cégből, a mi kötelességünk az, hogy a megtermelt eredményt azt visszaforgassuk, ezért gépbeszerzésre 3 milliárd forintot költünk 2,5 év alatt. Megkezdjük az épületek teljes felújítását, tehát a cég tulajdonában lévő épületállományt, amit a gazdaság állattenyésztése vagy növénytermesztése használ, teljes egészében fel fogjuk újítani, a műemlékek kiemelt védelemben részesülnek majd. És vannak közfeladatok, amelyek és közcélok, amelynek teljesülnie kell, hiszen a kormánybiztos úr javaslatára az iskolát a céghez integrálták. Ez azt jelenti, hogy a megtermelt eredményt azt részben az iskolára fogjuk költeni, az iskolában új tornacsarnok épül, új lovarda épül a lovasképzés erősítése céljából. Ennek az összes forrása, amiről beszélek, készpénzfedezet formájában rendelkezésre áll, vagy fedezett pénzfedezet formájában, likvid eszköz formájában rendelkezésre áll a cég számláján. Tehát nem arról van szó, hogy álmodunk, és majd egyszer valamikor ehhez forrásokat fogunk kéregetni, hanem az összes forrás rendelkezésre áll a cég jelenlegi számláján. És az iskola fejlesztése az a tartalomban is fontos lesz. Ennek a régiónak fontos, hogy ne csak a mezőegyesület, hanem a környékbeli fiatalok számára ez egy kiemelt képzési központ legyen az agráriumban, de kifejezetten szakközépiskolában, szakképzésben gondolkodunk. Azt is szeretném elmondani, hogy nyilvánvaló, hogy a méhes gazdaságot is el kell tudni tartani a cégnek. Tehát az a cég küldetése, hogy ez a 10 000 hektár, az itt megtermelt eredmény, ez a minta, ez támogassa és erősítse a magyar nemzeti lovas kultúrát. Ennek érdekében a három különböző lófajta számára ennek a méhes birtoknak a működését teljes egészében a cég garantálja, többletállami támogatás nélkül. Tehát a cég képes arra, hogy eltartsa az iskolát, képes arra, hogy eltartsa a ménest, és a szükséges fejlesztéseket a ménes és az iskola tekintetében közfeladatként magára vállalja. És szeretnénk egyébként a lovasport minőségéhez is hozzájárulni, és az egész lósport tekintetében egy más minőséget megcélozni. Tehát itt is minőségi változások várhatóak a következő időszakban. A célszerű, okszerű, hatékony és minőségi lótenyésztés eredményeképpen. És nem feledkezünk el arról, hogy felelősséget is vállal a cég mezőhegyes minden polgáráért és az itt dolgozókért, hiszen 425 család megélhetését biztosítja ez a vállalkozás jelen pillanatban. Ezzel az egyik legnagyobb munkaadó ezen a környéken, sőt Békés megyében is előkelő helyen áll a munkaadók sorában. És szeretnénk a mezőhegyesi fejlesztésekhez, mezőhegyes település és környék fejlesztéséhez is a felelősségvállalás jegyében hozzájárulni. Ez a küldetés, amit megkezdtünk 2017. január 1-én, nyugodtan állíthatom, hogy teljesíthető. A számok bizonyítják azt, hogy a cég működőképes, életképes, van jövője. A jövőben ezek a fejlesztések a kormány tervei szerint Európa egyik legjobb mezőgazdasági vállalkozásává teszik, Magyarország legerősebb agrárcégévé változtatják a mezőegyesi vállalkozásunkat, közös vállalkozásunkat, mezőegyes polgáraival. Ennyit szerettem volna.